Busby! Busby! Megjöttem! Megjött Charlie! Alihó, remélem jó kisfiú voltál, mert ha nem, félek, nem kapsz semmit. Gyerünk, gyerünk, te vérrészeges csavargó! Charlie megjött, és Charlie gazdag, és most átadhatod végre azt a nyavajás tombondíjat. Szervusz, Charles. Ez mi? Meglepetés? Isten hozott. Megöltétek. Figyelmeztetett volna, Charles. Igen, valószínűleg. Vén bolond. A nyavajás Tosher egy kicsit túlzásba vitte a verést. Hát mindenki követhet el hibákat, nem? Mit akartok? Jaj, ne csináld, Charles. Tudod te azt jól. Charlie megjött, Charlie gazdag. Valahol kell, hogy legyen itt alkohol. Ez normális, Freddy. Ez normális. Ha az ember 10 év után szabadul, persze, hogy inni akar. Kicsit megoldja a nyelvet, Charles, mielőtt beszélnénk. Kész is van. Nyílbe üthetnénk egy üzletet. Te megmondod, hol a pénz? Vagy ki tudja... Utána! Semmi? Semmi. Thriller. Két legyet egy csapásra. Igen, Sally és én, Sally a barátnőm, ugyanannál a nyomvad cégnél dolgoztunk New Yorkban, amiről meséltem, jól fizetett, de nem vezetett sehová. Akkor elhatároztuk, hogy minden egyes centet elrakunk egy éven át, aztán nekivágunk Európának, és most itt vagyunk. Oh, hello, Sally! Ő a barátnőm, Sally. Hello. Oh, ez az első hetünk Angliában, és imádjuk, ugye, Sally? De Róma is jó volt, és Németország, járt már ott? Aztán a franciák, a kaja egyszerűen csodálatos volt. Csodás! Oh, bocsánat. Hová is mentünk Franciaország után? Svájcban. Ó, igen. Én lehetek az egyetlen lány, aki nem síszezonban volt Svájcban, mégis eltörte a lábát. Megcsúsztam a hotel lépcsőjén. De legalább kifizette a biztosító. Kész vagy? Azt hiszem, kész vagyok. Igen, éppen. Ó, nagyon jó, nem szel? Nagyszerű. Mehetünk végre? Igen, persze. Pár órát várjon, mielőtt megfésüli, és nagyon vigyázzon, ne legyen vizes. Oké, köszönöm szépen. Tessék. Ez a magáé. Köszönöm szépen. Kifizettük a hotelszel. Igen, már elintéztem, és a csomagok is a kocsiban vannak. Ott hagytam a kamerát. Kösz. Csak még veszek néhány lapot, jó? És egy Terrynek, ez nagyon jó lesz neki, és egy Emilynek, na nézzük csak egy kicsit, oké. Ez tetszik. Befejezted? De tényleg befejezted? Persze, mire várunk még? És Sally, már megint rosszul fogod, tudod, hogy a dokisztán a másik helyzetben kell. Figyelj csak, itt van már is az a templom. Nézd meg a könyvben, Sally, hogy is van. Nem tudom, mi a neve, te se tudod? Aj, papi, hogy is hívta? Szent Kereszt, vagy valami ilyesmi. Egyébként biztos olyan, mint minden régi templom, de azért megnézném. Na, ez Anglia, ez az igazi Anglia. Zúzódhatott a csont. De legfeljebb repedés lehet. Jó, csak rögzíts, hogy ne fájjon annyira. Ha lenne röntgenem, ellenőrizhetném. De elvitték azt is. Az engedélyemmel együtt, meg a réztáblámmal, meg a becsületemmel. Vérzik érted a szívem, doki. Most meg még a jogosítványomat is elvitték. Nem mondom, hogy nagyon meglep. De a motorod azért még megvan. El kellett adnom. A körülmények így hozták. Kit érdekel? Most jöttél ki? És gáz van. Vagy hamarosan lesz. Gáz? Akkor jobb lenne, ha eltűnnél. Ne aggódj, itt nem keresnek. És nem is kell messzire mennem. Próbálj lábra állni. Jobb. Fáj még, de jobb. Egy kortyot? Ne. Ha lenne még kocsin, biztos elvitted volna, igaz, Charlie? Csak kölcsönbe, vagy hitelre, mint ezt. Várnod kell még a pénzedre. Már várok egy ideje. Bízom benne, Charlie. Jól van, doki. De még mindig túl sokat iszol. Mint mindig. Akár csak Busby. Busby? Hogy van a vén iszákos? Meghalt. Meghalt? Gedőr emberei. Jobb, ha mész, Charlie. Nem akarok belekeveredni semmi Gedőrrel kapcsolatosban. Ne aggódj, doki, megyek már. Kösz mindent. Amint tudom, küldöm a pénzt. És némi pluszt. Amint tudod, Charlie. Van itt hátsó kijárat? Igen, menj keresztül a... Freddy, a bokor felé. Menj hátra. Tosher? Jól van. Azt hiszem, kereshet magának más elfoglaltságot. Mondja, Doki. Milyen rég ment el? Ki? Ne szórakozzon. A páciense. Sérült volt. Annak kellett lennie? Mikor ment el? Épp hogy elment. Oh, mennyire sajnálom. Én nem tudtam, hogy a maga ellensége Mr. Gedőr. Ha tudtam volna, egyből elküldöm, akkor én nem... Fogadok, nem. Mennyire sérült? Megipszeltem. Törés lehet. Szóval mozog? Nincs nyoma. Tehát mozog. Oké, Freddy. Keresd meg Toshert. Hé, Tosher! Miről beszélgettek? Erről, arról. Régi időkről. Tudja... Nem tudom, doktor. Meséljen. Hát nem mondott semmit. Kockázatos testhelyzet. Törött csontok gyógyításában jártas, Doki? Nem mondott semmit egyáltalán. De talán elárulta az úti célját. Nem. De annyit mondott, hogy nincs messze. Nincs messze. Nem kell messzire mennem. Ezt mondta, esküszöm, ez minden, amit mondott. Használhatjuk a telefont, doktor? Igen, ott van. Freddy, Nagy Tom, Lila, Scotch Percy. Rendben. Mindenkit, aki ismeri Charles-t a börtönben vagy kint. Tudni akarom, mi hozta pont ide. Több kell legyen, mint a maga gondos keze, doktor. Amúgy, ha szórakozni akar velem, akar? Nem. Hát persze. Ó, nézd, milyen szép itt. Gyönyörű. Milyen szerencsések vagyunk. Milyen jó, hogy eljöttünk, nem? Megmenekültünk. Végre itt egy benzinkút. Gyorsan tankolunk, aztán megyünk is innen gyorsan tovább. Mondhatjuk, hogy nem valami vendégorientáltak, nem igaz? Na, jöjjön már valaki! Kisasszony? Ó, telekérem. És ellenőrizze az olajat. Hébe akarsz jönni? Oké. Ó, elnézést, merre van itt a mosdó? Itt menjen át. Wow, milyen jól néz ki. Készíthetek még. Ó, hát hogyne? Már csak a barátnőmet kell meggyőzni arról, hogy ő is akar. Nem lesz nehéz. Kihagytuk ma a reggelit. Mindjárt visszajövök. Oké. Kérsz reggelit? Mert itt tehetnénk. Éhes vagyok, mint egy farkas. Tessék. Rendben. Tojás, szalonna, jó tömény, mi? Az bizony. Működik a telefon. Halló? Igen, itt van. Ki keresi? Oké, egy perc. Reggeli. A Sammy! Telefon! Keresek egy rövidebb út. Merre tovább? Téged keres. Nem mondta, hogy hívják. Igen. Hol vagy? Van itt néhány vendég. Hát persze. De mikor? Mikor fogsz? Ki volt az? Á, csak Laura. Kért egy autót. Várj már! Rohadt könyvek. És maga doktor volt, doktor. Mondhatjuk, orvos. Így jobban hangzik, igaz? Mondjon bármit, az jó, csak latinul tegye. Nagyon, nagyon becsülendő. Ja. Mióta él itt kint? 9 éve, 10. Tehát jól ismeri a környéket. Igen. Nos, van valaki, aki érdekes lehet? Akit Charles ismerhet? Magát leszámítva persze. Én nem tudom. Nem tudja, vagy nem mondja? Csak hétköznapi emberek élnek erre, farmerek, normális emberek. Akkor mégis miért jött ide Charlie? Azon kívül, hogy nagyszerű orvosok vannak vidéken. Szóval mégis mi a fenének? Igen. Igen. Rendben. Semmi. Rohadt könyvek. Folytatjuk, elhízunk. Aha, gusztustalan hájpacnik leszünk, nem tetszünk majd senkinek, és csúnya gyermektelen axűzként végezzük. Nem igaz? Éj a mának szel. Meg ezeknek a tojásoknak. Kérnek még kávét? Nem kösz. Csak néhányat még ebből a sütiből. Keksz. Ez keksz. Csak egyet. Na. A saját vonalaiddal azt csinálsz, amit akarsz. Rendben, csak egyet. Hová mennek? Csak a kastélyt szeretnénk látni. Az nincs messze. És a Norman templomot, és a nyírott kerteket, és a várost. Akkor menjenek, mielőtt esni kezd. Esni? De hát süt a nap. Angliában vannak, és esőt is mondtak. Oh. Befejezték? Oh, köszönjük. Tényleg esni fog? Remélem nem. Igen? Munkát keresek. Na, az itt nincs. Bármi jó, bármit a környéken. Minden helyben van töltve. Az autókhoz is értek. Mondja magának, nem stimmel valami? Rendben, mondtam már, hogy... meló, de egy kávét csak kaphatok. Na jó, ne csináld, Sammy. Tejjel kéri? Kösz. Mond, mégis mit képzelsz? Nos, volt idő, amikor neked is jól jött volna egy kávé. Kösz. Megdolgozom érte. Mondtam már, hogy nincs munka. Fizethetnénk, kérem? Igen, persze. 98 penny. Köszönjük, finom volt. Ha megint erre járnak, ugorjanak csak be, mindig nyitva vagyunk. Viszlát. Indítom a kocsit. Szedd le az asztalt. Viszlát. Adom a visszajárót. Adna neki is reggelit, kérem. Na? Szerencsés egy nap. Hé, oda nézz! Milyen helyes kis híd, nem? Tényleg. Keskenynek tűnik, nem? De át tudunk menni. Igen, már meg is van. Na, akkor most jobbra vagy balra? Jobbra. Oké. Okay. Bocsánat, sajnálom. Miért itt? Mert nem érzem képesnek magam egy kerék cserére. Ez meg egy tanya, és a tanyákon mindig vannak férfiak. És még nem híztam el annyira, hogy ne tudnék meggyőzni egy férfit, hogy segítsen. Nem találunk senkit, legalább úgy tudok kereket cserélni, hogy nem ázik el a hajam. Az az ember azt mondta, eső lesz. Igen, nekem is úgy tűnik. Igen. Nos, szia. Igen. Halló? Igen? Biztos benne? Jól van, Laila, de bizonyosodj meg róla. Hát. Azt hiszem, rossz híreim vannak, doktor. Mi? Megfosztjuk önt díszes társaságunktól. De ne feledje, bármikor visszajöhetünk. Szóval, míg el vagyunk, csak üldögéljen itt. És ne vegye fel a telefont, ne nyisson ajtót, és senkivel se beszéljen egyáltalán, világos? Legyen jó, és igyon csak olyan sokat, mint eddig. Olvasson el egy rohadt könyvet, ha a kedve tartja. Ne fáradj, Freddy. Lehet, hogy orvosra lesz szüksége a doktor úrnak. Vége az első résznek. Második rész. Hello! Van itt valaki? Hello! itt valaki? Na mi van, cserben hagyott a vékony derekad? Itt nincs senki. Hátborzongató hely. Szörnyű. Patkányok vannak. Jaj, ne csináld. Jól van. Majd én segítek. Köszi. Jaj, ne! Mi az? Ó, te azt tudnád. Mi van? Nincs pótkerék. Ezt nem hiszem el. Oh, az a szemét kölcsönzős. Ha leálltál volna az út szélén, tudnánk segítséget kérni, de így? Hát nem tudom. Csak az a benzinkút van, és az is legalább egy mérföldnyire. Neked az túl sok lenne, úgyhogy elmegyek egyedül. Te ugye jól meg leszel itt? Persze, el leszek. Oké. Jó szórakozást. Nem tudhatod. Lehet, hogy felszedek egy jó pasit. Ha mégsem, legalább az alakodnak jót tesz. Sammy! Csengő! Sammy! Sammy, nem hallod? Tracy! Igen, persze ez is lopott. Kérdezzük meg a Wayne Campet, mit tud erről? Jó, rendben. Persze nem nyitja ki. Ide nézz! Betörték az árat. Gyere! Ja. Meghalt? Jól van, doktor. Ébresztő. Mi a franc baj van? Lopott kocsi a kertben. Ez a baj. Nézz szét fönt is. Gyerünk, Doki, ébresztő, lopott kocsi, és valaki be is tört. Mi történik itt? Aludni akarok. Doktor! Camp! Mondja Charlie-nak, hogy nem vagyok itthon. Charlie? Milyen Charlie? Draper természetesen. Charlie Draper. Mi van Charlie Draperrel? Ma szabadult a hűvösről. A jó öreg Charlie. Egy igaz barát. Kihez jött legelőször? Hm? Nincs bent senki, de valaki jól felforgatta a házat. Draper? Mi? Róla beszélt. Charlie Draperről. Hát elég gyakori név, tucatnyi lehet belőle. Maradj itt vele, és ne nyújj semmihez. Beszólok a rádión. Gyerünk, öreg. Gyerünk. Igen. Ez úgy 30 mérföldnyire van. A Búhoteltől nem messze. Értem. Szóval kb. 30 mérföldre a keleti leágazástól. Oké, megvan. Kár, hogy nem tanítottam meg beszélni, biztos mondana valamit. Vagy akkor is csak csivitelne. Madár vagy informátor. Valaki igazán beszélhetne már. Magán kívül is? Az elmebaj első jele. Szeret őrmester lenni, ugye? Egész életében az akar maradni. Sose tenne ilyet. Kedves és megbocsájtó természetéről híres. Egyébként jó hírei vannak. Még? A Dorchesteriektől. Dorchester? Az, Dorchester. Tudja, az a szép megye. Tehenekkel, birkákkal, nagy rétekkel, ahol nincs semmi érdekes. Leszámítva egy részegest, egy ex-doktort, aki ismeri Charlie Drapert. Folytassa. Azt állítja, meglátogatta ma reggel. Semmi kétség, mert beszélt az öreg haláláról. Más nem említett? Nem. De van egy-két érdekes mellékszám. Egy lopott kocsi a doktor háza előtt. Betörték az ajtót, erőszakos behatolás nyomai, jelek, hogy valaki alaposan átkutatta a házat. Dorchester, igaz? Nincs közel. Azt mondják, Charlie mindig is sokáig bírta, és könnyen mozgott. Most nem lehet valami gyors, hisz kiugrott az ablakon. Oda megyünk. Addig értesítse a helyieket, keressék meg, és csukják le Charlie-t, ha tudják. Milyen alapon? Nincs ellene semmink. Gyilkosság gyanújával. Busby. Most mondta, hogy Busby volt Charlie legjobb barátja. Charlie nem ölhette meg. Tudom jól, őrmester. Vén alkoholista majom. Rendben, te itt maradsz vele. Néhány londoni nagykutya idejön. Hé, hová mész? Utána nézek. London szerint fontos. Fontos. Tracy! Ahó! Ahó! Van itt valaki? Dolgoztam. Hátul. Igen? Tracy, a barátnőm, a lány, aki velem volt. Defektet kaptunk, és ide indult vissza. Hol van? Nem látta? Már órák óta elment. Ide nem jött. De itt kell lennie. Nos, lehet, hogy zárva voltunk. Azt mondta, nem zárnak be. Értem, lehet, hogy azt hitte, zárva van. Bejött, mint maga. Én dolgoztam, nem hallotta meg senki, ő meg mit tudom én. Elindult inkább a városba. A városba? Nem, inkább telefonált volna. Nem, tudja, nem, a telefon nem működik, rossz. Biztos visszakapcsolták. Igen. Mit csinál? Hívom a rendőrséget. Nem gondolja, hogy... Hé! Mit csinál? Ne. Hagyjon békén! Ne senkit! Ezt nem teheti! Nem tudta, mit csinál! Hagyjon békén! Tracy! Sally, nem hívhatod a rendőrséget, nem lehet! Mi ez az egész? Mr. Gedőr, én mindent megtettem, hallottam mindent, de túl erőszakos volt. Nincs rosszabb egy erőszakos nőnél. De van persze, két erőszakos nő. Nézzen rám. Túl erőszakos. Kérem, ne bántsa! Csak tedd, amit mondanak, Szel, akkor nem bántanak. Csak tedd, amit mondanak. Figyeljen, ugye érti? Hogyha rosszul viselkedünk, meg fogja ölni a feleségemet. Nem messze. Nem messzire. Hé, mi volt az? Mit mondott? Mind gazdagok leszünk egyszer. Gazdagok, ha nem Gedőr ér oda elsőnek. Gedőr? Így már jobb. Nekik is adj egy csészével. Minden olyan, mint szokott. Semmi nem ijesztheti el. Besötétedik. Várni fog, míg sötét lesz, az biztos. Nem tudhatja, Mr. Gedőr. Te csak ne oktassál ki, Sammy. Nem, persze, csak gondoltam, hogy... Ne gondold. Csak tedd. Rendesen és normálisan. És jönni fog. Jönnie kell. Mielőtt elfogy a türelmem. Ne feledd, mi hallgatózunk és figyelünk. Ugye, Tosher? Ha elvonom a figyelmét, elfuthatsz az ajtóig. Sally, ez nem jó. Fogva tartják a feleségét, és nem viccelnek. Figyelek. Tartsanak ki, és mindegyszerre szabadulunk innen egészségesen. De ha bármit csinálnak, próbálkoznak, és Kerry bajba kerül, akkor én ölöm meg magukat, értik? Itt egy rendőr. Szépen kiszolgálott, Sammy. És gyorsan. Maguk meg csak itt üldögélnek, és csak az asztalt nézik. Rendben. Hello, Sammy! Jaj, csak nem megint egy lókocsi, úgy mondtam, hogy jó fiú leszek. Nem, most nem. Megint zárva vagy? Tudnál azért adni egy csésze kávét, haver? Igen, persze. Nincs szerencséd. Most fogyott ki, de ledarálok egy adagot. Nem, nem, ne fáradj. Járt már erre valaki? Te is láthatod, csak a szokásos vendégszám. Gondolkozom is, hogy bérbe adom a helyet. Azzal jobban járni. Senki más? Például egy magányos férfi? Nem. Jól van, Sammy, még jövök? Add át üdvözletemet Kerrynek. Jó. Bocs, főtörzs. Szerencsével jártam feljebb az úton, pár órát tudtam dolgozni, és kerestem némi pénzt, na, mit szól? Ezúttal tudok fizetni. Rántottát kérek 4 tojásból, ha még van konyha. Hé, maguk is visszajöttek. Most vissza tudom fizetni a reggelimet. Hagyja csak. Nem, mégis mit kér, na? Semmit, köszönöm. Gyerünk, komolyan! Nem. Hallotta a hölgyet. Azt mondta, nem köszönöm. Sok kenyeret és sok vajat. Mi a neve? Hallja? Miért? Lapot akar küldeni. A nevét legyen szíves. Farrow. Csak Farrow? Nem. Farrow, Farrow. Apám nem volt fantáziadús. Szóval maga utazgat, és talált magának munkát? Pontosan. Hol? És kinél? Itt egy farmernél az úton. Nem kérdeztem a nevét, és ő is az enyémet. Ő talán nem volt kíváncsi. Szép órája volt? Mi? Egy szép, drága órája. Pont mint ez. Ez az enyém. Nem hiszem. Be tudja bizonyítani? Nem lehet nehéz az öltözékéből ítélve. Na csukasson csak le! Most nem. De ha kiderül, hogy elloptak egy ilyen órát, emlékezni fogok magára, Farrow. Farrow. F. Farrow. Jó így, Sammy. Igen, viszlát. Mi van azzal a kajával? Nem hallottad, hogy zárva van a konyha? Igen, igaz. A feleségem beteg. Rendben, ebből egy pár jó lesz. Úgy tűnik, ez az ember nem szereti a fajtádat. Mivel ő fizetett helyettem, nem zavartam. Hát most zavarod. Ezt ő mondja, vagy maga? Ezt miért nem döntöd el te magad? Oké. Oké. Miért nem megy már el? Nem veszi észre, hogy nem látják szívesen? Na, ugyan már cicus. Kezdesz beindulni. Szívesen nézném még, de az az idegesítő majom ki akar ebrudalni engem. Nem szeretek. Ne csináld. Nem a tiéd. Kösz. Tosher, azt hiszem. Nyugodjanak meg, kérem. Vége a második résznek. Harmadik rész. Mióta alszik? Amióta itt vagyunk, uram. Néhány órája. Nem mondod semmit? Nem, semmi értelmeset. Valamit. Mégis. Hát mondott valamit, hogy nem messze. Meg a gazdagságról. Gazdagság? Igen. Mind gazdagok leszünk egy napon, valami ilyesmi. Még valamit? Csak egy nevet. Gedőr. Gedőr. Gedőr? Így van. Kérvényt nyújtsak be! Mit mondott? Hát azt, hogy... Ha csak nem Gedőr ér oda elsőként. Ha csak nem Gedőr ér elsőként oda. Ez fontos, uram? Fontos. Fontos ez, Turner? Én mondom, barátom. Ha választanod kell, hogy valaki kígyó közévessen, vagy Gedőrrel zárjon egy szobában, akkor inkább a kígyókat választ. Egyelőre nem verhetlek szét, de nem felejtek. Még számolunk, amint ennek vége lesz. Üljenek le. Gyerünk, üljön le! Amint vége lesz? Á, ezt mondta, amint vége lesz. Amint vége lesz, de minek? Mire várunk? Charlie-t várjuk. Charlie Drapert. A testvéredet. Abba hagyná? Elnézést. Mit csinált a testvére? Mindent megtesznek, hogy előkerítsék, mit tett? Letöltötte az idejét. 10 évet. Ennél többről lehet szó. Igen. 275 000 fonttal többről. Charlie nagy bankspecialista. Az volt. Sose lett meg a pénz. Itt van a pénz? Senki nem tudja, hol van. Ha van egyáltalán. A barátaink elég biztosnak tűnnek. Ki, Gedőr? Az a holt kóros. A nem neki nem válasz. Sammy. Ne feledd, hogy hallok minden szót. Nem akarom bántani a feleségedet, Sammy. Szép jelenetet kérek. Szép, normálisat. Tudja? A bátyját? Ezért akarják megvárni? Nem tudom. Charlie ravaszróka. Figyeltet engem már évek óta. Tehát lehet, hogy erre jár, benéz és elmegy. Ja, az is meg lehet. Akkor mi lesz velünk? És a feleségeddel? Uraim, a tea. Teljes amnézia. Gyakran irigylem az olyanokat, mint ő. És a bizonytalan talaj, meg a delirium tremens. Teljes káó. Két érdekel, nincs emlék, nincs felelősség. Ugyan már. Ezért fizetnek minket. Minket azért fizetnek, hogy elkapjuk a bűnözőket. És erre az egyik rossz fűt próbáljuk megóvni a másiktól. Jobb lenne, ha simán összeeresztenénk őket. Hadd rendezzék le, mi meg csak nézelődnénk. Ez nem tisztességes. Nem. Nem rossz ötlet. Kényelmes. Jó. Ja. Charlie-ról azt hallottam, kemény, tényleg. De csak a maga fajtával. Nem közveszélyes, nem bánt, minket sem. Régi vágású. Majd rendezek magukra egy találkozót. Egy csöndes, nyugodt beszélgetést a régi időkről. Ez egy csaló, egy tolvaj. Országunk egy köztörvényes bűnözője. Bár minden bűnöző ilyen lenne. Mégis ideges miatta. Gedőr miatt vagyok ideges. Ő nem ilyen. Akárkit, bárkit, aki az útjá választ, úgy csapja le, mint más a legyet. Hús legyen! Hol van? Hol késik már? Jönni fog. Sammy? Mi ez a zaj? Odakint. Rókák. Rókák? Igen, vidéken van, mint hallja. Itt vannak rókák, patkányok, mindenféle állat. Freddy, ide a pisztolyt. Nézz körül hátul. Nézz szét elől. Tudja, mit gondolok? Hogy mi lesz velünk, ugye? Nem. Mi? Nem értitek? Ismerjük, tudjuk a nevét. Gondoljátok, hogy csak úgy el fognak engedni? Nem, uram. Addig maradok, amíg kell. Azon a területen vagyok. Logikus. Ahol szerintem Draper is kering. És Gedőr... Gedőr, uram... Igen, ez új fejlemény. Egyetértek. Zavaró figura. Igen, uram, tájékoztatom. Minden rendben, Jack? Őrszemet játszom. Igen? Wilson, uram. Wilson rendőr. Ó, igen, látom, hogy rendőr. Biztos az egyenruha. Az úr Dexter hadnagy, én pedig Turner őrmester vagyok. Mit akar? Jelenteni, uram. Mit akar jelenteni? Hogy nincs jelenteni való, uram. Az szép, hát nem Turner? Körbejártam az egész területet, minden helyet és embert, akit ismerek, és semmi szokatlan. Itt a bűnözés is olyan nyugodt, mint az élet. Sehol egy erőszakoskodó, egy gyilkos vagy gyanúsnak mondható személy. Volt egy, uram. Hát tényleg? Egy olyan hippi fajta, uram. Tényleg, ők a legrosszabbak. Géppisztolyt rejtegetnek a gitártokban. És a zene is szörnyű, amit hallgatnak. Megítélésem szerint gyanúsnak mondható személy volt. Maszkot viselt vagy mi? Kasszafúró felszerelést cipelt. Nem, uram. Olyan órája volt, ami az öltözéke többi részéhez nem passzolt. Nem passzolt. Hallod ezt, Turner? A ruhái nagyon rongyosak és ócskák voltak. Nagyon rosszak, de az órája értékes. Normál esetben utána jártam volna a dolognak, de mivel fontosabb ügyben nyomozunk, csak megfenyegettem, és ott hagytam. Milyen óra? Nagy volt. Modern. Négyszögletes számlap, sötét háttér, számokkal, jó állapotú szíj, és a foglalata aranynak tűnt. Ez biztos? Nem tudom, hogy az volt-e. Farrow volt. Miért gondolja, hogy ő? Nem lehet senki más. Az az óra, akár az új lenyomat. Farrow? Igen, azt mondta, így hívják. Hol találkozott vele? Itt lejjebb az úton, uram, Sammy üzletében. Ez egy non-stop töltőállomás. Volt ott más is? 2 vagy 3 vendég, uram. Elég jómódú embereknek tűntek. A kocsija itt van? Igen, uram. Jöjjön, nézzük csak meg, Turner. Farrow, ami egyik emberünk, áruhában. Charlie nyomában van, mióta kiengedték a börtönből. Jó. Szemmel tudja tartani csipke rózsikát? Igen, azt hiszem megoldom, uram. Tosher! Freddy! Tosher! Vicces, nem? Maga akarta Charlie-t becserkészni. Ki is a csalimadár? Fogd be! Most Charlie osztja a lapokat. Azt mondtam, fogd be. Sammy! Sammy! Gyere! Gyere ide! Gyerünk! Fordulj meg! Charlie? Hallasz? Elkaptam Sammyt! Hallasz, Charles? Jól hallak, és maradj nagyon nyugodt! Charlie! Charlie! Nem kellett volna ugrálnod, tesó. Simán leszettem volna, ne és senkinek nem lett volna baja. Orvost! Jól van, kifelé! Jól van, úton van a mentő. Hozok neked egy takarót. Menjünk ki. Na figyelj, Charlie. Hova raktad a pénzt? Hm? Gyerünk, Charlie, a pénzt! Ezt nem fogja elhinni. Nem tudom, hol van, kérdezze. A testvéremet, Sammyt, ő tette el. Sammy az egyetlen, aki tudja. Szóval, Sam, mondd el az úrnak. Nekem már úgyis mindegy. Hallotta. Kb. egy mérföldre innen van egy elhagyott farm. Folytassa. Ott van egy nagy istálló. Ott a pénz. Egy teljes kannában. A szinkront a Synchron Systems készítette.